kedves nézőinket! A mai napon Králik Gusztávval fogok beszélgetni, aki zenész, hangszerkészítő és tanár is. Tőle szeretném megtudni, hogy hogyan jutott el oda, ahol most tart. Gyermekkorában hogyan viszonyult a zenéhez? Zenész családból származik, vagy mikor kisgyermek volt, még egészen kisgyermeki gondolatai voltak arról, hogy mi lesz, hogyha meg lesz? Hát főleg édesapám volt az, aki nagyon sokat muzsikált, zenélt nekem. Tulajdonképpen tőle örököltem a zenei adottságokat valószínűleg, illetve nagyapámtól, ugye az apai nagyapámtól, ő kántor tanító volt egy Szügy nevezetű Nógrád megyei kis faluban, ahol egész komoly evangélikus egyházközség volt, nagy templom orgonával. Ugye, és nagyapa ott az istentiszteleteken ugye rendszeresen orgonált, és édesapám is fiatal korában, tehát amíg el nem került otthonról, rendszeresen helyettesítette nagyapát az orgonán. És hát apukám emellett hegedülni is, zongorázni is, harmonikázni is, gitározni is tudott. Valahogyan megtanult, valószínű tőlük örököltem azt az általános adottságot a hangszerek iránt, hogy minden különösebb nehézség nélkül meg tudtam tanulni jó néhány hangszeren muzsikálni. Apukám nagyon sokat énekelt és zenélt nekem gyerekkoromban, és akkoriban ezt úgy én ugye természetesnek lettem, de nem akartam én ezt hivatásszerűen űzni, vagy hát illetve ők sem voltak ugye hivatásos zenészek, tehát nagyapám és édesapám. Apukám nyelvész professzor volt, és én is gyerekkoromban, ifjúkoromban inkább a nyelvekkel foglalkoztam, német, orosz szakos voltam a gimnáziumban, és ez irányba is szerettem volna tovább tanulni. Annak idején a Külkert iskolára jelentkeztem, annak idején sikertelenül egyébként. És mikor kezdett el először hangszereken játszani, és mi volt az a hangszer, amin először megtanult? 10 éves koromban merült föl a konkrét zenetanulás bennem, akkor tulajdonképpen egy toborzásnak lettem úgymond az áldozata, klarinétozni kezdtem. Ki tudja, hogy miért, illetve tudom, hogy miért, azért, mert a városi fúvózenekar akkoriban klarinétosokat keresett, és ugye felajánlották ezt a lehetőséget, hogy tanuljunk klarinétot, akik a zeneiskolába jelentkezők közül többen éltünk ezzel a lehetőséggel, és rendesen zeneiskolában tanultam a klarinét rejtelmeit 6 évig, ugye az alapvizsga letételéig, és rendszeresen játszottam a városi ifjúsági fúvózenekarban abban az időben. És később, a népzenével kicsit később találkoztam, 79-ben, ha jól emlékszem, gimnazista koromban, akkor még egy toborzás révén kerültem a népzenéhez közel, ugyanis hát én Békés Csabai születésű vagyok, tehát a 18 éves koromig ott éltem, és a Békés Csabai balassi táncegyüttes keresett zenészeket, és körbejárta az egyik kollégájuk a Békés Csabai iskolákat, középiskolákat. Ugye ott egy ilyen rendhagyó énekórát tartott nekünk, mesélt a népzenéről, és ott tetszett meg ez a dolog, a népzene,
és így kerültem a Balassi Táncegyüttes zenekarába, mint klarinétos, kezdetben délalföldi zenét muzsikáltunk tekerővel és klarinéttal. A klarinéton kívül én milyen hangszereken tud játszani? Aztán az idő múlásával rájöttem, hogy minden hangszer meg tudok tanulni, és valahogy csuda tudja, hogy tulajdonképpen önszorgalomból megtanultam bőgőzni, brácsázni, és egyszer csak már a szegedi életem során hegedülni is tulajdonképpen. Tényleg egy ilyen csoda, hogy fölvettem egy hangszert, találkoztam egy hangszerrel, és egy-két hét után el tudtam rajta igazodni, és valahogy meg is szólaltattam ezeket a hangszereket azonnal. Úgy látszik, hogy ez egy ilyen adottságom. Honnan jött annak az ötlete, hogy ne csak játszon hangszereket, hanem készítse is őket? A sikertelen felvételim után, amikor Szegedre kerültem, mert édesapámat akkor nevezték ki a tanárképző főiskolára tanszékvezetőnek, akkor a hangszergyárban találtam munkát, mert ugye valamit csinálni kellett, hát ugye nem lehetett lebzselni otthon. És a hangszergyárban, mint hegedű készítő, ugye találtam elfoglaltságot, és ott szerettem bele a hangszer készítésbe, hangszerjavításba is. A hangszergyári gyakorlat után inaskodtam is a Daróczi Péter hangszerész bácsinál, és tulajdonképpen így a szakmát elsajátítva azóta is, mint hangszerjavító, hangszerkészítő működöm, teljesen hivatalosan. Tulajdonképpen odáig jutottam el, hogy az összes hangszert, amin magam is játszom, el tudom készíteni, sőt ezek a hangszerek mind a saját munkáim, amiket muzsikálok. Egy kivétellel, az a nagyapám hegedűje, ami pár éve került hozzám, arra nagyon büszke vagyok. Szintén ez a hangszer, ez rokonaim birtokában volt, hát ugye nagyapa 52-ben halt meg, szegény, ugye, és azóta egy szekrény tetején repedezett és száradozott ez a hegedű, és senki nem használta, de nagy nehezen több évtized után végre hozzám került, és én ezt felújítottam, rendbe tettem, és hát most is használom rendszeresen. Tanítás ötlete az mikor fogalmam jön, és mit tanít egészen pontos? Jó pár évig ugye hangszerészkedtem, a hangszerész gyakorlat után azért mégiscsak szüleim biztatására, mégiscsak jelentkeztem a tanárképző főiskolára Szegedre, mert hát végül is csak jobb egy diploma. Ugye szüleim mind pedagógusok, természetes volt az elvárás, hogy én is az legyek valahol, és elvégeztem a Juhász Gyula tanárképző főiskolában a szlovák nyelv és énekzene szakot, és amikor ugye készhez kaptam a diplomámat, akkor Hódmezővásárhelyén kezdtem el tanítani az állami zeneiskolában, és akkor döbbentem rá, hogy így lehet a legmélyebben megtanulni dolgokat, ha tanítom. Ugyanis ahhoz, hogy az ember megtaníthasson valamit, olyan fokú elmélyültség és olyan nagy fokú aprólékos munka kell, ami hozzásegíti az embert ahhoz, hogy még tökéletesebb, még jobb, még kiműveltebb, még finomabb legyen a technikája.
a három tevékenység közül melyiket érzi a szüléhez a legközelebbinek, vagy nem tud köztük különbséget tenni? Azt hiszem, hogy nem, mert minden napom úgy telik, hogy mindent csinálok, tehát a hangszerészet, a zenélés és a zenetanítás is tulajdonképpen állandóan körülvesz, állandóan ezt csinálom, és mindegyik tevékenység csodálatos, szép szakma, úgy érzem, és számomra nincs különbség ezek között. Családtagjai segítették, esetleg gyermekei folytatták, átvették az önnek a munkát? Igen, de egyik gyermekem sem lett igazán zenész, de voltak próbálkozásai. A három leányunk van, közülük ketten voltak, akik megpróbálkoztak muzsikálással. A nagylányunk, a Nóri, hegedülni próbált. Én persze sosem presszionáltam, én nem erőltettem őket, tehát csak a saját szórakozásukra jártak inkább zeneiskolába. Hát aztán Nórinak nem nagyon sikerült, de az Eszter viszont, a kisebbik lányunk, viszont nagyon ügyes furulyás lett. De hát ő is ugye, amikor leérettségizett és főiskolás lett, ő is ezt abba hagyta sajnos. Sikerült valamilyen díjat elérni a munkásságával? Jutalmazták önt valamilyen díjra? Tulajdonképpen annak idején, amikor a JATE, bocsánat, igen, tehát az egyetem táncegyüttesének kísérő zenekarában muzsikáltam, akkor ez még 82-ben volt, azt hiszem, akkor a népművészet ifjú mestere díjat sikerült megszereznünk, még akkor Martin György aláírásával. És hallottam, hogy ennek volt egy balesete, és ez milyen téren befolyásolja a zenélést, a muzsikálást? Igen, valóban sajnos tavaly szeptember 10-én éppen a hangszerjavítás, illetve a hangszerkészítés közben sajnos a bal kezem középső ujjának utolsó perce áldozatul esett egy gyaluggépnek, és azóta hát egy perccel rövidebb vagyok, szoktam viccesen mondani. Azóta hát meggyűlt a bajom ezzel. A szólóhegedűsi, brácsási karrieremnek ezzel ugyan vége van, mert hát ilyen kézzel azért nem lehet helytállni. De a tanításban szerencsére nem akadályoz. Ugyanis a tanításban ugye az a szerencse, hogy van idő, és ugye az ember egyszerre egy gyermekkel foglalkozik, tehát van idő arra, hogy elmagyarázzam az új rendeket, ugye a hegedű kezeléséhez szükséges fekvéseket, megmutassam a gyerekeknek, meg tudom velük értetni, hogy ugye ők ne másolják azt, amit látnak, mert hát ugye én ezt az ujjamat nem tudom használni. És ezért is választottam most ebben a tanévben egy olyan zenét, tulajdonképpen a népzenét érintve, ahol eleve három ujjal hegedülnek az emberek, méghozzá a gyimesi zene az, ami ilyen. Ez egy nagyon-nagyon archaikus, több száz éves, nagyon régi hegedű kezelési gyakorlat, ami ott megmaradt. És igaz, hogy nem ez a három új kell hozzá, ugye, hanem ez a három kellene. De hát valahogy meg tudom oldani, hogy kiváltsam ezt a hibás ujjamat. Tehát tulajdonképpen ilyen módon tudom folytatni a tanítást. Köszönöm szépen, hogy bevezetett életének rejtelmeibe, és további sok sikert kívánok mind a három tevékenységhez. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!